A hiúz meséje. De ki hiszi el nekem, hogy az erdőben hiúz van? Senki, ha csak nem készítek róla felvételt. Izgatottan kotorászni kezdett a táskában. Az egyik zsebében megtalálta, amit keresett. Egy kameracsapdát. A kameracsapda nagyon okos kis szerkezet. Magára lehet hagyni az erdőben, érzékeli, ha valami mozog a közelében, és arról felvételt készít. De hova tegyem ki a kameracsapdát? Hova? Nya! A fekete macska jól ismerte a nagymacskák készjárását. Tudta, merre jönnek-mennek, ezért egy nagy fára mutatott. A bácsi ezt már megértette és bólított. Felszerelte a kamerát, aztán bekapcsolta, felvette a hátizsákját, aztán elindultak haza. A fekete macska megpróbálta bácsi után evickélni a nagy hóban, vizes lett a lába, aztán a hasa. A bácsi megsajnálta, és kinyitotta neki a hátizsákot. A macska beugrott, és úgy mentek haza, ahogy jöttek. Elől a bácsi, utána a hátizsák, benne a fekete macska. Az éjjel megint havazott. Másnap reggelre a tegnapi nyomok eltűntek, és újabbak kanyarogtak előttük. Addig mentek, míg a kameracsapdához nem értek. A bácsi és a macska szeméből egyszeriben elillant a fáradtság, a kameracsapda előtt ugyanis ott volt a nyom. Csak ez most egészen friss volt. Juhé! A bácsi elővett a táskájából egy kicsi számítógépet, és egy dróttal hozzácsatlakoztatta a kameracsapdához. És ott volt a nyom gazdája, egy gyönyörű, pompás, pettyes bundás, hiúz. Óvatosan lépdelt a havon, aztán egész közelről belenézett a kameracsapdába, aztán megszaglázta, aztán tovább ment. A bácsi és a macska újra és újra megnézték a felvételt. Nem tudták megunni. Hiúz, de szép a szemed, hogy te milyen szép macska vagy. Most, hogy volt felvétel róla, elhitte mindenki, hogy a hiúz, ez a pompás nagy macska, visszatért. A bácsi és a macska ezután is minden reggel kimentek az erdőre. Olyan büszkék voltak az erdő új lakójára, hogy mindenhová táblákat tettek ki, amik arról szóltak, hogy a hiúz nem bántja az embereket, bolyhos a füle és pettyes a bundája. És a kirándulók elolvasták a táblát, megértették és mosolyogva mentek tovább. Mert az erdő valóban szebb, izgalmasabb és vadregényesebb lett, csupán csak attól, hogy mostantól már ők is tudták, hogy valahol a sűrűben, a fák között, ott éldegél a pettyes bundás, bojtos fülű hiúz, a nyom gazdája. Így történt, így bizony. Ha nem hiszed, nézd meg a Dunaipoly Nemzeti Parkban készült pompás felvételeket, vagy kérd meg a szüleidet, és menjetek kirándulni a Börzsönybe. Itt a vége, fuss el véle, kopasz Tóni felesége.